Rózsaszín zászlókkal a kézben indult el a séta a város központjától. A 8. alkalommal megszervezett rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet a világ egyik legkutatottabb daganattípusára. Ennek nemzetközi jelképe a rózsaszín szalag. 1500 szalag lett legyártva, és hála Istennek, részben sajnos, nem jutott mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy jövőre ettől sokkal többet kell gyártani, és ez azt is jelenti, hogy ennyien gondolják fontosnak azt, hogy kiálljunk hölgyeink a nők mellett, a mellrák ellenében. Így kezdte beszédét Hanusi Péter, Máté Szalka polgármestere. Magyarországon évente több mint 7000 új esetet diagnosztizálnak, közülük 2000-en meghalnak. Pedig ha időben felismerik, a betegség 90%-ban gyógyítható. Sajnos az is tény, és ezt nagyon sokan tudják, hogy évről évre csökken a mammográfiás szűrővizsgálatokon résztvevőknek a száma. Ezért is fontos a mai nap. Magyarországon a népegészségügyi célú emlőszűrésre az 45-65 év közötti nők 2 évente névre szóló meghívó levelet kapnak. Ez a meghívó levél mindig tartalmazza a szűrés helyét, időpontját és egy tájékoztatást a szűréssel kapcsolatban. A rendezvényen a betegségben érintett nők is megosztották történetüket. Ezt hívhatjuk betegségnek, hívhatjuk küzdelemnek, de én úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség is. Egy lehetőség arra, hogy újra értelmezzünk, újra gondoljunk, újra tanuljunk dolgokat. Az önvizsgálatot én is elvégeztem, de semmilyen elváltozást nem tapasztaltam, így ez év januárjában a legnagyobb nyugalommal mentem a mammográfiára. Itt kezdődött az én küzdelmem. Főorvosnő közölte velem, hogy egy 4-5 mm-es meszesedés van a jobb mellembe, 3 hónap múlva menjek vissza kontrollvizsgálatra. Áprilisban ez az elváltozás már 14-15 mm lett. Következett a biopszia, ahol megállapították, hogy rossz indulatú emlődaganatom van, annak is elég ritka típusa, az egyik agresszív, a másik pedig hormon eredetű. Ilyen hír hallatán nagyon elkeseredik az ember, így voltam ezzel én is. Egy este és egy nap sírtam, utána összeszedtem magam, és eldöntöttem, Kinga, neked meg kell gyógyulni. A sétán idén is több százan vettek részt, hogy ezzel fejezzék ki támogatásukat a betegséggel érintettek felé. Egyre többen vásárolnak jelképes összegért szalagot, az ebből befolyt összeget a betegségben szenvedő friss eseteket támogatják. Az eseményen nagy hangsúlyt kap a prevenció, így lehetőség volt szűrésre jelentkezni. A Máté Szalkai Kórház munkatársai kitelepülnek, és itt helyszíni regisztrációra van lehetőség, mammográfiás vizsgálatra. Nyilván időrendben regisztrálják őket, telefonszámot elkérnek, és időpontot fognak adni az érintetteknek, akik jelentkeznek és regisztrálnak a helyszínen. Egyre több cég is támogatja a Máté Szalkai rózsaszín sétát, mint mondják, ezzel is érzékenyítik a dolgozókat. A munkavállalóink is szívesen vesznek részt a mai programon, ez egy kiváló jótékonysági rendezvény, és nagyon fontos számunkra, hogy támogassuk a hasonló eseményeket. Én Írországból származom, és büszke vagyok rá, hogy részese lehetek ennek az adománygyűjtő jótékonysági rendezvénynek. Azt gondolom, hogy a munkavállalóinknak ez egy fontos esemény. A cég vezetése rendszeresen kommunikál a témában és próbálja érzékenyíteni a dolgozókat. Nemrég egy rózsaszín vásár elnevezésű rendezvényt is tartottunk, ahol szintén a megelőzésre hívtuk fel a figyelmet, hiszen ez az egyik missziónk. A cél, hogy az emberek tiszteljék és elfogadják egymást. Ennek pedig az az eredménye, hogy a dolgozók szívesen vesznek részt a hasonló rendezvényeken. Már hagyománnyá vált, hogy a séta végén az élet jelképeként 4 darab japán cseresznyefát ültetnek el. Idén is így történt, majd ezeket a rendezvény jelképével a rózsaszín zászlókkal kerítették körbe.